Nagyon meleg van ennél a dunaújvárosi gíroszosnál. A hőmérő higanyszála bent eléri a 41 Celsius fokot. A rosszulétek elkerülése érdekében a dolgozóknak fokozottan ügyelniük kell a testi épségükre, ezért rengeteg folyadékot isznak és vizes rongyot tesznek a nyakukba, de még így is nehezen viselik el a forróságot. Ilyenkor kint is nehéz, de itt benn is. Igazából ez egy kicsit nehezebb, hogy itt vannak a sütők mögöttem látható. De hát annyit tudunk tenni az ügy érdekében, rengeteg folyadékot iszunk, és amikor lehet, azért a levegőre kimegyünk. A hőhullámok idején a törvény szigorú munkavédelmi intézkedéseket ír elő. A magas hőmérséklet ugyanis rendkívül megterheli a szervezetet. A munkáltatónak a dolgozói számára éppen ezért több pihenőidőt és védőitalt kell biztosítania. Ezeknek a hiánya a koncentráló képesség csökkenését eredményezi, amely hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek kialakulásához. De nem csak az éttermekben elviselhetetlen a hőség. Számos olyan munkahely van még, ahol nem sok mindent tudnak tenni a forróság ellen. Az egyik ilyen például a taxis munka. A taxis gépkocsi vezetés az gyakorlatilag úgy néz ki szemre, hogy egy nagyon kényelmes dolog, de viszont azt tudom javasolni, aki irigyel bennünket, hogy próbálja meg és üljön ide. Üljön itt a 35 fokos melegbe, ugye a droszton nincs árnyék, ahova le tudunk állni, és álló helyzetben a klíma sem nagyon üzemel. Amikor megyünk, akkor még a klímával elviselhető. De csak javasolni tudnám, próbálja meg bárki. Hamarosan egyébként a végéhez közeledik a napok óta tartó hőhullám. Ma késő este északnyugat felől ugyanis egy hideg front éri el térségünket, amelynek köszönhetően 8 fokkal hűvösebb lesz a levegő. Így pénteken és a hétvégén már sehol sem kell hőségtől tartanunk, 25-28 fok körüli értékek lesznek jellemzőek.